Sziasztok! Fisztel Zsuzsanna vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom Kadunk-Barcikai Alapszervezetének az elnöke. Jelenleg annál az épületnél állunk, Kadunk-Barcikán, ahol az a személy embernek nevezett féreg lakik, aki olyan kommentet tett közzé a tegnapi nap folyamán, amiben részletesen leírja, hogy milyen brutális és kegyetlen módon vinné végbe a macskájával kapcsolatban az állatkínzás megvalósult bűncselekményét. Azért vagyunk itt, hogy utána járjunk, hogy mi volt pontosan az indítéka ennek a személynek, hogy ezt a kommentet létrehozta, illetve hogy komolyan gondolta azokat, amit ott leírt, illetve hogy van-e macskája, illetve hogy hány macskája volt. És most tartsatok velünk, és bekopogunk hozzá, gyertek! Gyere csak ki! Tisztelt Zsanna vagyok. Én egy komment miatt érdeklődnék, hogy ami ugye tegnapi napon, az a komment, és azért jöttünk, hogy érdeklődjünk, hogy ez pontosan mi indítványozta magában ezt, hogy ezt megfogalmazta. Semmi nem volt valós alapja, nincs valós alapja, nem történik olyan eset. És akkor miért, vagy ez hogy került ki a komment? Egy poén volt, egyszerű poén. Poén volt? Egyszerű poén volt csak. És ez hogy lehet poénnak felfogni mondjuk egy ilyen állatkínzás leírását? Pont egy állatvédelmi oldalon, és nekem ez egy kicsit abszolút következtetés. Sehogy egy polgárpukasztás, egy egyszerű polgárpukasztás volt. Akkor az egyik itt történtek, ezek komolyan veszik? Tehát ezeket történtek, ennyire komolyan veszik a interneten, akkor bárki beír valamit a Facebookra, az mindenki komolyan veszik? Persze, valószínűleg azért egy ilyenre rátraknak az emberek, főleg amikor így konkrétan kifejezetten leírja azt, hogy élvezet volt hallgatni, hogy összehúzott a macska, és még ez fokozva, mintha belé puffogtak volna. A viccelnél akarszok rá, akkor olyan helyre kell, aki azért nekem egy ilyen nem jut eszembe, mert akkor nekem ez szükséges, hogy belegondoljunk, és vannak ilyen gondolataim, de nekem nincsenek ilyen gondolataim, így nem is írok le ilyeneket. És azért kérdeztem, hogy milyen indítéka lehetett ennek. Hát én ilyet olvasnék, hogy elérhetnénk azt, hogy nem igazán éreken nem foglalkozik az ilyesmi. És tervez esetleg valamilyen bocsánatkérést mondjuk publikálni? Már volt, kijönt éve a profi oldalon bocsánatkérést, több ezer megosztották. Bocsánatkérés, vagy az, hogy volt, aki magánál? Volt, aki nálam elmézést kérek, és hogy nem, tehát álhír, nem valós hír. Volt, aki rendőr, tehát kint van a Facebookon, akkor ők valószínűleg lemaradtak ezzel kapcsolatban. Azt olvastam, hogy kitettem, hogy voltak a rendőrök, de elővették le a macskát. Igen, hát ott van a három év mondat, hogy az amerikai legyen az állapot. Igen, de ahol én nem emlékszem, hogy volt bocsánatkérő esetleg. Jó, hát akkor meg azt kell.